Szabadvízi fürdőzés esetén célszerű kijelölt fürdőhelyet választani, mert annak határát a parton minden esetben táblával, a vízben pedig bújákkal jelölik ki. A változó vízmélység és hőmérséklet különbség miatt a bányatavak különösen veszélyesek. Nagyon sok esetben a folyópartokon, tavakban való fürdőzés elég komoly veszélyeket rejthet, főleg ha nem ismert és nem gyakorlott fürdőzőről, úszóról van szó. Hát talán mindenki tudja, hogy felhevült testtel lehetőleg a hideg vízbe nem ugrunk bele, valamint hát arra is nagyon figyelni, hogy ellenőrizni a vízmélységet, hogy hová ugrunk, mert bizony történtek nagyon súlyos maradandó károsodással járó sérülések, amikor fejest ugrott valaki egy sekély vízbe, és nyakcsigolya törést szenvedett gerincvelő sérüléssel, és hát egy 4 végtagra kiterjedő életre szóló állapot alakult ki. Hát a hajókázásoknál is ugyanígy, ha valaki nem biztonságos úszó, akkor azért mentőmellény mindenképpen ajánlatos, hogy legyen rajta. A nagyon nagy hőség idején azért főleg a szívérrendszeri betegek vigyázzanak, mert könnyen kiszáradás lehet, könnyen túl melegszik a szervezet, és a vérkeringést megterheli, és hát jöhetnek a különböző szövődmények, stroke, szívinfarktus, egyebek, tehát nagyon módjával, odafigyelve, gyógyszereket rendszeresen beszedve. Kellő óvatosság szükséges az ismeretlen vizeken, hiszen a víz alatti nem látható tárgyak, faágak és egyéb akadályok könnyen sérülést, a folyókon, különösen a Tiszán gyakori örvények meglepetést okozhatnak, ami igen súlyos következményekkel jár, gyakran vízbefúláshoz is vezethetnek. Folyóvizeknél nem lehet tudni, hogy hirtelen hol mélyül, tavaknál még azért úgy valamennyire biztonságban lehetünk ettől, de a folyóvizeknél ugye hirtelen egy gödör lehet a folyómederben, és akkor ott hirtelen elsüllyedhet, megijedhet, és hát ugye a mélyebben, messzebbre való beúszás folyóvizeknél, ugye a sodrás az nagyon elragadhatja, illetve hát az örvények, amiben ha belekerül valaki és húzza lefelé, hát ilyenkor ugye az szükséges, hogy lehetőleg hagyjuk, hogy az örvény kisodorjon a szélére, és akkor talán nem lesz súlyosabb következménye. Mivel a szabadvizek hőfoka általában elmarad a strandfürdők hőmérsékletétől, a főszabály, hogy a hőségtől felhevült testtel való vízbeugrás még a jól úszóknál is könnyen izomgörcshöz, sőt vízbefulladáshoz is vezethet.